Büntetésre számíthatnak a szabálytalan autósok Szekszárdon, ugyanis a Garai és a Béla Király tér közötti útszakaszon rendszámfelismerő kamerákat szerelnek fel, így az engedéllyel nem rendelkező, mégis arra haladó járművek pénzbírságot kapnak. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, így újra valóban sétáló utca lesz a két tér között. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag már a sétáló utcába is vigyázni kell, hogy el ne üssenek bennünket, és ez a folyamatos közlekedés már komoly kárt tesz itt a burkolókövekbe, hát mondjuk nem a macskakőbe, hanem ott, ami úgy széppé és megosztottá teszi a dolgokat, ott is látjuk a minőségi romlást. A korábban kiadott behajtási engedélyeket visszavonják. Azok, akik számára indokolt az átjárás, vagyis többek között az ott lakók, a vendéglátó egységekbe árut hozók új engedélyt kapnak. Nem ellene vagyunk az embereknek, hanem rendezett, ellenőrzött formába szeretnénk a közlekedést és az árufeltöltést biztosítani, mellette élvezni tudjuk a sétáló utca adta lehetőségeket. Gyurkovics János hozzátette, emellett egyirányú is lesz ott a forgalom, vagyis járművekkel csak a Béla Király tér felől lehet majd behajtani.